elúsztók, azt mondták, hogy lehet tegeződni, és akkor én is kihasználom ezt a lehetőséget. Vasali Zoltán vagyok. Magamról annyit, mert hogy ilyen, az általában azért úgy illik, bár már szerintem a hatodik éve, nem tudom, egyáltalán hat éve van, akkor Polis Szabi, ha te azt tudnál, túl fiatal vagy te is, hét. Tehát, hogy az első pillanattól kezdve, amióta van ez az Ökopolis által szervezett képzés, mindig megtartom ezt az előadást. Ne aggódjatok, mindig frissítem a diasort egy picit, tehát, hogy hozzáteszek valamit. Magamról annyit, hogy tudjátok, hogy ki beszél, mi beszél, meg hogy mit, hogyan kell dekódolni, hogy a szakmán szerint én két laki vagyok. 17 éve dolgozom a felsőoktatásban, az ELTE-n tanítottam 10-11 évet, az ELTE BTK, majd később az ELTE TATK-n, a Politika, Tudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Intézetben, és amióta megalapították a Zsigmond Király főiskolát, vagy most már egyetemet, mert ugye most már nem nagyon vannak főiskolák, azóta ugyanezen a, vagy hasonló tanszéken, tehát nemzetközi kapcsolatokon és a politika-tudományi tanszéken dolgozom, és a szakterületem az az EU környezetpolitikája elsősorban. Itt persze most nem feltétlenül erről fogtok hallani, bár a példáim többsége az ilyen. És a másik lakiságom, mert hát ugye nem tudom, a Dani mit mondott magáról, hogy ő politikai elemző, vagy politikai gondolkodó, vagy politikai, vagy ő be sem mutatkozott, csak így a végén tudtátok meg a nevét, hogy, mert a Dani is tanít, tehát hogy a Dani az ELTE AJK-n tanít, így akkor utólag elmondom. Én elemzőként pedig két agytrusztnél dolgoztam vezető elemzőként, az egyik már megszűnt, nem miattam, ez a Progresszív Intézet, ami már megszűnt, lehet, hogy nem is hallottatok, ez a Magyar Kornélia által vezetett Progresszív Intézet. És ahol utoljára dolgoztam ilyen elemzőként intézetben, az pedig a Policy Solutions nevezetű intézet, az most is regnál, tehát jövő héten is rendez éppen egy konferenciát. Őket majd egy-két forrásként be is hozom, mert érdekesek. Bár hogyha azt kérdezném a társaságtól különben, hogy tudjátok-e, hogy például az LMP mellett melyik agytrözt dolgozik a kampány alatt, akkor be tudjátok-e azonosítani. Van egyetlen társaságban olyan, aki politológus vagy politikai elemzést tanul? Ó, szuper! Akkor rád majd számítok, hogy te majd pontosan dekódolj. Tehát, hogy most kidolgozik az LMP mellett a kampány alatt agytrösztként is. Ráadásul velem is vagyok szerintem indiszkrét, mert hogy ezt nyilvánosan felvállalják. Bejelentett. Az Ökopolis az egy alapítvány, tehát hogy nem agytrözt. Az agytrözt az a think tank, tudjátok, akik elemzéseket végig, olyan, mint a Századvég, a Nézőpont Intézet, stb. Tehát Rombember meg egy ember, tehát hogy agytrösztnek nem nevezném még, de nem akarom megbántani Ront, de hogy, tehát nem. Integrity Labnek hívják, azért nem ismeritek szerintem, mert hogy ez egy nagyon fiatal intézet, Integrity Lab a neve az intézetnek, és most ők segítik tanácsokkal. És hogy valami rosszat is mondjak magamról, én az elmúlt 6 évben olyan multinacionális cégeknek is dolgozom elemzőként, akiket zöld szervezetek támadnak. Tehát, hogy a sötét oldalt is ismerem egy picit, és ők is kérnek elemzéseket, meg néha tanácsokat is, és majd erre visszatérhetünk, tehát hogy valakit érdekel, hogy ezt hogy lehet így norma szinten elviselni, meg hogy ez szakmailag milyen hátteret igényel. És az előadásom témája, amit itt nálatok szoktam tartani, vagy amiről itt szoktunk beszélni, az is ökopolitikai témájú, tehát hogy a ökopolitika a címe a prezentációnak. És rögtön avval is kezdeném, hogy lehet, hogy valaki olvasott is már ilyen címmel valamit korábban. Ugyanis per pillanat Magyarországon ökopolitikával szerintem csak igazából egy szerző foglalkozik intenzíven, és az ő nevét majd többször el fogom mondani, és ő egy fontos szereplője ennek az egész témakörnek. Olvasott már valaki valamit? Akkor ő egy fiatal kutató, és ő szerintem ökopolitikai ideológiákkal inkább foglalkozik, de ökopolitikával csak áttételesen. Ugye Anton Attila az ELTE AJK tanára, és valóban ő is egy szakértő, és egy diát vettem át tőle, úgyhogy majd lesz a diasorban egy Anton Attila féle dia. Más ötlet? Igen, mert végigmenjünk egész magyar, nem? Akkor a legnagyobb ilyen szempontból akkor mondom én, mert akkor ez sok időt elvesz, de jó neveket mondhatok különben, az Lányi András, lehet, hogy ismeritek is az ő nevét, úgyhogy majd az utolsó dián, ha egyáltalán eljutunk odáig, sőt már most mondom, hogyha valaki e-mailen szeretné elkérni a diasort annak örömmel, vagy a Szabinak majd elküldöm, és akkor ő, nem tudom, hogy a Dani az itt hagyta, mert hogyha valaki valaminek utána akar nézni, akkor az szerintem ilyen szempontból hasznos. Ja, és még egyet elfelejtettem mondani, ez Lányi Andráshoz is köthető, hogy én akkor kezdtem el környezetvédelemmel foglalkozni még az ELTE-s tanulmányaim előtt, tehát mielőtt még elkezdtem volna az ELTE-n tanítani, és befejeztem volna a tanulmányomat, akkor alapították pont, hála Istennek, a Lányi Andrássék az ELTE-n a humán ökológia tanszéket, ami azóta is regnál az ELTE TATK-n. Nem tudom, hogy ez megvan-e valakinek, ELTE TATK és humán ökológia képzés. Tehát én nem környezeti mérnök vagyok, nem környezeti menedzsmenttel foglalkozom, nekem a humán ökológia volt ez a kapcsolás pont politológusként, hogy,
hogy erre specializálódjam. És visszatérve Lányira, meg Lányi Andrásra, hogyha valaki Lányit akar olvasni, ami azért fontos, mert a társaság egy része bólogatott Lányi András kapcsán, és szerintem Lányi András azért közismerte mindig valamilyen szinten, valamilyen közt ápolt az LMP-vel, vagy negatívat, vagy pozitívat, tehát valamilyen kritikailag, vagy támogatólag. Én szerintem most inkább a támogatás az, ami a jellemző az András viszonyára az LMP-hez. Hogyha valaki tőle akar olvasni, akkor először erről, tehát arról, hogy mit jelent számára az ökopolitika, a politikatudományi szemlébe írt. És ez azért is jó, mert hogy a politikatudományi szemle ez az akadémia, tehát az MTAPT-nek a hivatalos folyóirata, és ez fent van a neten, tehát hogy ezt, amit az András írt, ezt le lehet tölteni a politikatudományi szemlében, és meg lehet nézni. És aki már olvasott Lányi Andrást, azt tudja, vagy hallgatott Lányi Andrást, hogy nagyon jól ír az András, tehát nagyon érdekes, nagyon inspiráló, tehát érdemes megnézni az eredeti szöveget is, mert hogy tényleg alkalmas arra, hogy vitatkozzunk róla. És ezt direkt mondom így, mert hogy a tanítványai az Andrásnak, azok rendszeresen vitatják az András írásait, majd erre is mindjárt kitérek, amikor az bevezető gondolatokon túl vagyunk. Mondok egy példát. Szerintem kevesen tudják a Lányról, hogy a Liget című folyóiratban akkor, amikor még az EU csatlakozás előtt voltunk pár évvel, a Lányi az felvállaltan írt egy esszét arról, hogy ő miért fog nemmel szavazni az EU csatlakozásra. Ami azért nálunk, ugye én EU környezetpolitikával foglalkozom, és azt gondolom magamról, hogy szerintem Magyarországon, akármennyire is a zöldek általában kritikusak az EU működésével kapcsolatban, de az, hogy Magyarország az EU tagja, az mindenképpen dobott az EU a környezetpolitikánk minőségén. Egyáltalán még van környezetpolitikánk így az Orbán kormány alatt, de hogy ez mindenképpen dobott. Mit gondoltok, mivel érvelhet egy ökológus, hogy nem szavaz az EU csatlakozás előtt, vagy hát az EU csatlakozáson? Mi? Szabad piac és a globalizáció. De akkor már az integráció szerintem túl volt a szabad piaci integráció szinten, de jó a logika, ami alapján meg akarod közelíteni. Tehát a globalizáció alapvetően káros környezetvédelmileg, és azt gondolod, hogy mondjuk egy ökológus vagy egy zöld az holisztikusan gondolkodik, és ezért nem szereti az EU-t? Ez lenne a logika? A szabad piac miatt, aminek szintén ilyen következményei vannak, és az EU-nak az egyik alapelve a szabad kereskedelem. Igen, igen, tehát hogy norma szinten lehet, de a Lányi mégsem így érvelt, tehát hogy nem volt az Andrásnak szerintem akkor még ekkora tudása az euróról, hogy most szabad piacilag közelítse meg, de tényleg mondjuk mai fejjel tényleg logikus lenne ez a megközelítés, akkor azt mondta, hogy ami a legjobban zavarja az EU működésében, az a harmonizációs kényszer. Tehát hogy úgy érezte, hogy csak úgy lehet EU tag valaki, hogy az egyedi speciális sajátosságait, amit egy tagállam zöld politikájára jellemző, azt az EU tagság elveszíti. És különben, hogyha valakit érdekel, nézzétek vissza, a Liget is fönt van a neten, tehát ezt is érdemes elolvasni, ez egy rövid írás különben. És egy ilyen történelmi példával próbálja ezt alátámasztani, amit ott különben a hallgatóival vitattunk is. Ő azt mondja, hogy a görög-perzsa háborúkat hozta föl példaként, ahol a kicsi görögök, a sokszínűek, akik erősek tudtak maradni, és közben ellen tudtak állni egy nagy homogén egységnek. Nem tudom, tehát hogyha a Lány ezt folytatná, ezt a sorozatot csinálna mondjuk ebből, nem tudom, hogy ma egyáltalán mit gondol az EU csatlakozásról, mert azért ugye az EU-ban van szubszidiaritás, meg van valami fajta átláthatóság, meg azért szerintem az egyediségünk egy részét is meg tudtuk azért őrizni, tehát lehet, hogy revidiálta már az álláspontját, már kötve hiszem. De még egy valami, ami mielőtt még belekezdünk, hogy ugye azért az András most a római part kapcsán exponálta magát, és hogyha valaki egy kicsit ismeri a Lányi tevékenységét, az tudja jól, hogy Dunakörösként, meg az egész bős nagymarosi történet miatt is aktuálisan és egy csomó mindenben benne van, ami fontos. Tehát nem tudom, hogy mennyire emlékeztek, pár évvel ezelőtt felmerült az, főleg akkor, amikor még mi voltunk az EU féléves elnökei, ez volt 2011 első fél évében, hogy elfogadtak egy olyan programot, aminek az a neve, hogy Európai Duna Stratégia, aminek az lett volna a célja, hogy újra kereskedelmileg hajózhatóvá tegye a Dunát, és annak az lett volna az egyik feltétele, hogy magas vízszintet kellett volna biztosítani folyamatosan a Dunában, mert ezt, hogyha ránézel a Dunára, akkor nem feltétlenül merül fel benned, hogy ez per pillanat nem mindig alkalmas arra, hogy ezt megtegyék, meg hát a Duna a hetes fő közlekedési csatornája az EU-nak, úgyhogy öt gátat terveztek a Dunára, a Duna stratégia kapcsán, és hála Istennek a Lányék ezt észrevették, úgyhogy ebből lett egy elég nagy balhé, és azóta is így szivárognak ki szlovák-magyar háttér egyeztetések arra vonatkozóan, hogy ezt meg lehetne csinálni. Tehát, hogy a Duna, mint témakör, szerintem a Lányéknak azóta is folyamatosan egy olyan kérdéskör, amit napirenden tartanak, vagy helyettük napirenden tart valaki, és ők folyamatosan kritizálják, vagy rajta tartják ezeken a
Meg hát ami a római parttal kapcsolatos volt, az ugye elég durva, még akkor is, hogyha most úgy tűnik, hogy lehet, hogy ez jól rendeződik. És még egy az utolsó, és ezek már a bevezető gondolatokhoz tartoznak, mert hogy ugye ökopolitikáról beszélünk, és szerintem, hogyha valaki követi egy kicsit akár az LMP, akár bármelyik zöld párt fejlődését az elmúlt 10 évben, vagy az elmúlt pár évben, akkor szerintem ti is érzékelitek, hogyha egyrészt ideológiáról beszélünk, annak nagyon negatív a konnotációja. Tehát, hogyha én valaki érvelésére azt mondom, hogy ideológikus, akkor valahogy, mint hogyha burkoltan azt mondanám rá, hogy nem elég racionálisan érvel, hanem ilyen norma szinten próbál megérvelni, és így elmismásolja a valóságot ezáltal, hogy normák alapján érvel. Arra szeretném fölhívni a figyelmeteket, hogy általában a politikai elemzők meg a politológusok az ideológiákat attól függetlenül hasznosnak tartják. Tehát az ideológia egy olyan keretrendszer a politikatudományon belül, vagy a politikán belül, ami alapján valakinek az értékrendszerét be tudod azonosítani. Tehát egy olyan keretrendszer az ideológia, ami alapján az értékrendszereket be tudjuk azonosítani, és ez könnyebben érthetővé teszi a másik felet számunkra. Tehát, hogy ilyen szempontból mindenképpen van haszna, de befejezve az előző gondolatsort, és szóljatok rám, mert hogy én egyszer több szállat szeretek futtatni, és azt gondolom közben, hogy érdekes vagyok ezáltal, de közben követhetetlen, tehát hogy nyugodtan állítsatok meg, hogyha valamire vissza kéne térni, de hogy a zöld pártok általában ilyen ideológián túlinak gondolják magukat. És főleg, hogy Schiffer Andrást itt ott hallottátok már érvelni, akkor főleg az András szokta mondani azt, hogy akkor, amikor számon kérik rajta, hogy melyik más ideológiához kapcsolható a zöld gondolat, hogy ő nem szereti azt, hogyha bármelyik más tradicionális ideológiához kapcsolják a zöldeket, mert hogy ezen túl van. Nekem az András érvelése abból a szempontból viszont már nem tetszik, mert hogy ő úgy érvel általában, hogy azt mondja, hogy a zöld ideológia az egy értékrendszer, de hát könyörgöm, a többi ideológia is egy értékrendszer, tehát hogy ilyen szempontból szerintem különbséget nehéz tenni, és az lesz szerintem az igazán érdekes, és ezt szeretném így az első felvetések között mondani nektek, hogy a Lányi szerintem abból a szempontból mindenképpen különleges, hogy egy kicsit felülírta Magyarországon azt a gondolatkört, hogy a zöld ideológiák, vagy a zöld gondolatrendszerek, vagy a zöld politikai ideológiák, azok elsősorban csak a baloldalhoz lennének köthetők. Szerintem a Lányi volt az első egy olyan 5-6 évvel ezelőtt, aki merte kimondani, hogy a mi régiónkban ez az ideológiai fejlődés, ez nem feltétlenül a baloldalhoz köti a zöldeket, hanem épp annyi kapcsolódási pont van a konzervatívokkal együtt is, vagy a konzervatívokhoz is. Ez egy érdekes játék lesz különben, tehát hogy egyetlen kell-e kapcsolnunk, meg hogy mik a kapcsolódási pontok, erre majd a későbbiekben kitérek. De még valami az ideológiákkal kapcsolatban, hogy az, tehát azon túl, hogy értékrendszer, itt az lesz majd az érdekes, hogyha picit pártpolitizálunk is, hogy általában a magyar társadalomban, vagy bármelyik európai ország társadalmára milyen mentalitás jellemző, ami alapján egy ilyen ideológiát pártpolitikailag sikeresnek tekinthetünk, vagy nem. Ugye látjuk most akár az osztrák választásokat, akár a német választásokat, akár a franciát, akár a hollandot, tehát most az elmúlt fél évben ugye pörögtek körülöttünk a választások, és nagyjából van egy éles metszet most arról, hogy melyik országban milyen sikereket vagy sikertelenségeket értek el a zöld pártok. Itt majd csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy ebből az ideológiából fakadóan majd azt a kérdést szerintem érdemes lesz megválaszolni, hogy ebből milyen szakpolitikai célkitűzések fakadnak. Tehát több olyan ábrát is hoztam a mai alkalomra, ahol ezt egy picit így megpróbáljuk lemeszteleníteni, és megnézzük azt, hogy milyen különbségek vannak. A Szabi ismeri, akire most utalni fogok, van egy LMP-s, nagyon tehetséges lány, aki most már egy éve például Hamburgban él. Szépföldi Vikire gondolok, lehet, hogy... És a Viki, amikor egy fél évvel ezelőtt kiment Hamburgba, nekem az egyik kedvenc városom Európában Hamburg, akkor így meglepetten mondta például a hamburgi zöldekre, hogy ők CETA pártiak, és sőt TTIP pártiak is. Tehát ebben azt akarom érzékeltetni, hogy Európa különböző országaiban a zöld pártok bizonyos alapvető politikai kérdésekhez teljesen eltérően viszonyulnak, nem mindenben természetesen van egy közös alap, de hogy ezek a különbségek meghatározóak lehetnek, és lehet, hogy ezt úgy fejtjük meg, hogy ez a sokszínűségükhöz tartozik, oké, de hogy lehetnek itt olyan ellentmondások, amik feszültségeket vagy törésvonalakat is generálhatnak. Ez tehát a mentalitásra vonatkozik. A másik, ami itt a Dián a második pontban látjátok, hogy ugye, hogyha azt kérdeznétek tőlem, hogy az elmúlt 2-3 évben a politikában, vagy a politikatudományban mi a legtrendibb kutatási irány, és az összes konferenciát már kicsit fáradunk is tőle, mindenki ebben a témában rendezi, akkor van-e tippetek? Tehát mi az az elmúlt 2 évben, amit itt Magyarországon is, de általában Európában is minden agytrözt, meg minden politológus általában kézen közönde kutat, mert hogy ezt tekintik a legnagyobb problémának politikailag. Pontosan. Na tessék, tehát a megelőzted őket, hogy
Tehát ez annyira így van már, tehát mindig a tavalyi politikatudományi éves gyűlésen csak ebben foglalkozott mindenki, tehát csak ebben a témával foglalkoztak, és csak azért mondom, mert hogy viszont olyat nem nagyon olvastam, és itt azért majd, hogyha van kedvetek hozzá, erről is beszélhetünk, hogy hát eleve azt, hogyha azt mondom, hogy egy párt populista, akkor nem tudom, hogy ugyanúgy fejtjük-e meg. Tehát, hogyha populistára kéne mondani egy szinonimát, akkor tudnánk-e mondani? Tehát a populizmust hogy tudjuk értelmezni, hogyha már ez így felmerült a bevezető gondolatok között? Mindenki másképp értelmezi, ezt mondom, hogy most csináljunk egy ilyen közös értelmezést. Mi a leginkább elfogadott megfejtése a populizmusnak? Van-e ötlet? Most neked nem kell válaszolni, vagy nem lehet válaszolni, mert most vagy megúsztad, vagy örülhetsz, tehát hogy érted, tehát, hogy de a többiek hát, ha tudnak valamit. Vita van róla, tehát hogy bárki bármit mondhatna, nem lehetne feltétlenül azt mondani, hogy na, csak ez az egyik. Amit szerintem a legtöbben megfejtésként elfogadnak, a populizmus az elsősorban elitellenességet takar. Mert ugye a populizmust, hogyha így kimondjuk, akkor általában egy olyan ilyen diskurzív formára gondolunk, hogy egy politikai aktor úgy tud beszélni, hogy a nép nyelvén beszél, és ez alapján politizál, vagy csinálja a saját közpolitikai céljait. De a populizmus elsősorban jelentése tekintetében elitellenes, és engem nagyon érdekel, és én nem kevés kutatást olvastam erről, kár, hogy a Dani már elment, mert lehet, hogy ő erről többet tudna, vagy ő látott valamit, amit én nem, hogy például a zöld pártokat a populizmus, mint kísértés, az mennyire befolyásolja, tehát erről kevesebbet tudunk, mert hogy azt látjuk, vagy hogyha inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy szerintem, ha így nézitek így a mostani kampányidőszakban az összes magyarországi politikai pártot, és azt látjuk, hogy mondjuk a Fidesz tutira populista, a Botkának ez a fizessenek a gazdagok tutira populista, már mint üzenet, vagy mint politikai program, és akkor itt szépen végig szaladhatnánk, akkor nem akarok pozitív visszajelzést adni az LMP-nek, mert az így túl szembedicsérés lenne, de talán az LMP-nél érzem azt, hogy ez a populizmus még talán eddig annyira nem kísértette meg. Tehát, hogy aztán ki tudja, hogy Ron meddig hagyja, hogy ez így legyen, de hogy ilyen szempontból érdekes az, hogy a zöld pártok hogyan reagálnak erre a kihívásra, hogy a legtöbb radikális, meg jobboldali párt és baloldali párt is erre az útra téved. És hogyha valakit ez érdekel, akkor még itt is hagyni csak egy zárójelet, hogy mivel sokan foglalkoznak vele, de szerintem a legjobb ilyen tekintetben a Policy Solutions-nek a tanulmány cunami, ami ebben foglalkozik, és jól olvasható, és ott olyan tanulmányokat is olvashattok, hogy a pártok általában hogyan kezelik ezt a kihívást, tehát hogyan lehet reagálni a populizmusra, mint problémára. És ami még itt a kettesnél van, nagyon lassan haladunk, tehát 25 dia van, biztos, hogy nem fogunk véget érni, de azért legalább a bevezetőt hagyjuk nyújtsam egy kicsit el, hogy egymásra hangolódjunk, hogy látjátok, hogy azért ott van két olyan pártpolitikai fejlődési modell, ami ugyancsak érinthetné a zöldeket, és most pont az LMP próbálkozik talán valami ilyennel. Az egyik, ugye, ami még korábban volt talán egy ilyen kihívás, az a néppártosodás, tehát hogy hogyan tud egy zöld párt olyan programot kreálni, ami már megőrzi a zöld karakterét, vagy a zöld identitását, de ettől függetlenül nyit olyan társadalmi csoportok felé, ahol nem feltétlenül ezek a preferenciák. És hogyha már itt tartunk, akkor én azt mondanám a utóbbi fél év elemzéseiben, én ezt próbálom is valahogy megfogalmazni, hogy én úgy érzem, hogy picit az LMP veszített a zöld karakteréből. Sőt, hogyha még radikálisabban akarnék fogalmazni, minden évben megyek. Most már nem tudom, ez a negyedik vagy az negyedik alkalom, hogy felső tárkányban ott vagyunk a nyári egyetemen, és akkor egy elemzőnek azért nagyon érdekes élmény önmagában az, hogy kik mennek el egy LMP nyári akadémiára. Senkit nem láttam, ez egy-egy rosszabb különben, tehát hogy... Na, te elnézést, igen, akkor onnan voltál. Igen, elnézést, de onnan kiderülnek azért. De hogy arra akarok csak kiukadni, hogy bár ott a programban ez nem tükröződik, de hogy az érdeklődésben mégis nekem van egy ilyen benyomásom, hogy az elmúlt egy évben, és az LMP működésében is van egy ilyen benyomásom, hogy az elmúlt egy évben egy picit az LMP lehet, hogy azért dőlt hátra zöld politikailag, mert úgy érzi, hogy már nem kell bizonyítani azt, hogy neki van egy ilyen erős markáns zöld karaktere, de egy kicsit ez, mintha kopni látszik, és lehet, hogy ebben van egy tudatos törekvés. De ezt szerintem így a zöld pártok jövőbeli fejlődését érintően mindenképpen vissza kéne térni. És a másik, ami ugyancsak ott van a másik pontban, vagy második pontban, ez a radikalizmus, ami ugyancsak akár egy pártra lehet jellemző, hogyha ezt, erre is keresünk szinonimákat, hogy mondjuk kompromisszumképtelen vagy konszenzusképtelen, ez mondjuk főleg olyan európai országokban jelenthet izgalmas problémákat, hogyha az adott országban nincs az a zöld minimum meg, amit minden párt elfogad. Akkor gondolom azt, hogy egy zöld párt elindulhat egyfajta radikális fejlődési úton, és szerintem Magyarország különben pont olyan, ahol több olyan alapvető szakpolitikai kérdés van, ahol ilyen zöld minimum nem minden pártot érint. Gondoltuk csak például a paksi bővítésre, még akkor is, hogy ott közeledtek az álláspontok,
de azért ott a szereplők egy jelentős része például nem ért egyet, de visszatérve tehát az eredeti gondolatra, hogy ez radikálisabbá teheti a zöld pártokat, de még egy, ami ide tartozik, azt is lehet erre szerintem mondani, hogy a 80-as, 90-es években ennek a radikalizmusnak lehet, hogy több jelét láttuk, és most csak azért van az a sanda benyomás, hogy most is van egy ilyen fejlődési út a zöldek előtt, mert hogy ott van a populizmus kihívása, amire valamilyen választ kell adni. Tehát, hogy ez mind ide tartozik. És az utolsó kettőről már beszéltem, inkább lapozzunk, és még beszéljünk egy picit az ideológiáról, hogy Lányi esetében is mi az a két alapvető kérdés, ami általában meghatározza az ideológiákat. Szerintem az egyik az közismertebb, és azt az is tudja, aki nem tanul politológiát, vagy nem tanul politikatudományt. Az ismertebb, az, itt most két olyan kérdést fogok említeni, amire minden ideológiának valamilyen módon választ kell adnia. Az egyik ilyen kérdés, ami az egyszerűbb, az, hogy milyen legyen az állam szerepe. Azaz, hogy minden pártnál nagyjából el lehet különíteni azt, hogy minimális államot akar, vagy pedig egy nagy szolgáltató államot akar. És hogyha a kettő között így különbséget teszünk, akkor szerintem azt lehet nagyjából mondani, hogy aki minimális állampárti, ugye ezek általában a liberálisok, azok kevésbé közösségelvűbbek, és inkább individualistábbak, és valahogy úgy képzelik el a társadalom fejlődését, hogy mindenki egy versenyben, vagy egy rivalizálás útján eléri a saját céljait, és nem feltétlenül tart igényt szolgáltatásokra. Míg a másik oldal, aki egy nagy államban gondolkodik, az igényt tart arra, hogy legyen egy viszonylag nagy mértékű redistribúció, tehát legyen a javaknak egy újraelosztása, amivel szolgáltatásokat biztosítunk, és amivel megpróbálunk egy igazságos államot felépíteni. Ez ilyen szempontból nagyon fontos, és hogyha azt kérdezném tőletek, hogy a kettő közül szerintetek a zöldek melyikbe tartoznak, akkor talán erre nem olyan nehéz válaszolni. Mert hogy inkább valószínűleg azt gondoljátok ti is, hogy inkább a nagy államot támogatják, aki igen, csak hogy tudjuk jól, tehát ez azért nehéz, mert hogy oké, azért a mentén, a logika mentén gondoljátok ezt, mert hogy a környezetvédelmet ki kell kényszeríteni, és hogy az is egyfajta olyan szolgáltatás, vagy egy olyan kontroll, ami állam nélkül lehet, hogy nem működtethető, és ezt, hogyha pont egy olyan országban beszéljük most, ahol nincs környezetvédelmi minisztérium, a hatóságok egyre gyengébbek, akkor ez nálunk még jobban érzékelhető, hogy az állam szerepe megkerülhetetlen egy környezetpolitikai minőség eléréséhez. De azért azt se felejtsük el, hogy az a fajta holisztikus megközelítés, ami általában a zöldeket jellemzi, az pedig ettől az állami elidegenedett bürokráciától meg távolságot szeretne tartani. Tehát van egy ilyen kettősség ebben a nagy állam pártolásban, hogyha lehet így mondani, mert hogy van ennek pozitív oldala is, meg negatív oldala is. És még valami, amit mondani akartam, és ennél a diasornál mindig eszembe is jut, hogy említsem nektek, mert ugye mondtam azt, hogy nagy állam, kis állam, de hogy általában, hogyha valaki olvasta Pogácsa Zolinak a fél évvel ezelőtt, vagy negyed évvel ezelőtt megjelent könyvét, ami a, nem tudom pontosan mi a cím, ami a, és arról szól, igen, de hogy nem ez a címe, hanem nem tudom, európai szociális modell, vagy nem tudom, európai, nem tudom, valami európai is van benne a címében, és Pogácsa Zoltán neve valószínűleg többötöknek ismert, mert ő, most nem tudom, hogy a Zoli hogy definiálja magát, mert szerintem ő csak, nem, a csakot idézi el, hogy szociológus, de most inkább közgazdászként fut. Tehát, hogy, és arról írt, hogy ez a szociális modell ez Európában mennyire bevet, és a Zoli egy külön fejezetet szentel, és ezért hoztam fel az ő nevét, az igazságosság elméletének, a John Rawls féle igazságosság elméletének, és ugye az állam szerepe kapcsán ez mindig előkerül. Sok kollégám, aki a CEUN tanult, az például 3 éven keresztül csak Rawlsról tanul, és ezt a könyvet nézik, és nem tudom, hogy olvasta valaki, de ajánlom figyelmetekbe, bár nagyon rossz magyar fordításban, de magyarul is olvasható, és tényleg nagyon inspiráló a könyv. Egy dolgot akarok nektek említeni, ami Rawlsnál a legtöbbet emlegetett ilyen példa, ez a tudatlanság fájtla, nem tudom, hogy hallottál már valaki ezt a példát, ez a Rawls felteszi azt a kérdést, hogy hogyan lehet úgy egy igazságos államot felépíteni, hogy ez mindenki számára megfeleljen, és ez van egy elképzelt állapot, ez a tudatlanság fájtla című állapot, ahol nagyjából úgy próbáltuk meg elképzelni, hogy az emberek bejönnek egy terembe, ahol arról kell dönteniük, hogy hogyan működjön az állam, és ez a tudatlanság fájtla az azt jelenti, hogy amikor belépnek a terembe, akkor hirtelen elfelejtik, hogy gazdagok-e vagy szegények, szépek-e vagy csúnyák, stb. Milyen adottságokkal rendelkeznek. A rendszer működésével kapcsolatos tudásukat nem felejtik el, csak az ő feltételeiket felejtik el. Így vitatkoznak arról, hogy hogyan működjön az állam. És Rawls szerint itt a legfontosabb és a kritérium egy igazságos felépítménynek az, hogy minden szereplő, hogyha kilép a szobából, az rendelkezzen az előrejutás lehetőségével. És Rawls szerint egy igazságos államfelépítésnek ez a legfontosabb kritériuma, és ehhez mindenki viszonyít, és azért mondtam, hogy nagyon inspiráló
különben 70-es évek környékén írta, hogy mindenki reagált rá utána Európában is, és hogyha ezt próbáljuk egy kicsit applikálni a zöld gondolatra, akkor nagyon érdekes az, hogy milyen normák, meg milyen célkitűzések érvényesülhetnek egy zöldek által elképzelt igazságos államban, ami most vagy nagy, vagy kicsi. Tehát ez az egyik része, ami az ideológiák megkülönböztetéséhez szerintem egy jó szempont. A másik az engem jobban izgat, tehát hogy az jobban érdekel, és majd kíváncsi vagyok, hogy ott mit gondoltok arról, hogy a zöldek melyik kategóriába sorolhatók be. Ez a másik, ez pedig arra vonatkozik, hogy antropológiailag az adott ideológia optimista vagy pesszimista. És ezt úgy próbáljátok meg elképzelni, hogy én a hallgatóimnak ezt mindig úgy szoktam elmesélni, hogy van minden második fél évben feminista kurzusom is, és ott mindig beszélünk az abortusz szabályozásról, és egy antropológiailag, elnézést, reggel 8 óta tanítok, és még este 8:30-ig fogok, tehát így próbálok gazdálkodni a belső dolgaimmal, hogy még tudjak beszélni. Tehát, hogy szóljatok, hogyha valami nem érthető tényleg. Az antropológiailag optimista az azt jelenti, hogy úgy bízik a személyben, vagy a személy lehetséges döntésében, hogy abban bízik, hogy jól fog döntést hozni az illető, attól függetlenül, hogy az az állam, vagy a politikai szereplők bármelyike befolyásolná. Az antropológiailag pesszimista pedig minden esetben megpróbálja kivenni a személy kezéből a döntés lehetőségét, mert abban attól tart, hogy általában önmagában a szereplők többsége rossz döntést hozna. Ugye itt az abortusznál ez azért nagyon jó leírható, mert az abortusz szabályozás vagy nagyon szigorú, vagy megengedő, és ugye az egyik oldal az optimista, a másik pedig a ilyen szempontból pesszimista. Na most mit gondoltok, hogy a zöldek antropológiailag optimisták, vagy pesszimisták? De ezt milyen megengedően mondod, mert azért ez elég szomorú. Tehát, hogy már vagy az, hogy ezt kell gondolni a zöldeknek a társadalomról, hogy pesszimisták. Tehát ez kicsit olyan, mint egy ilyen, nekem az első diplomám teológián szereztem, és ez kicsit olyan, mint egy ilyen morcos papbácsi, aki így csak rosszat gondol a híveiről. Tehát, hogy, de hogy értek, hogy miért mondom ezt, tehát, hogy ami abból szempont, mert hogy környezetvédelemleg általában, akkor fordítsuk le, mert azért teljesen igazad van abban, amit választottál, mert hogy a zöldek inkább egy olyan fogyasztói társadalmat látnak maguk előtt valószínűleg, akik elsősorban a fogyasztás útján próbálják kifejezni önmagukat, és ennek a ökológiai lábnyomát, vagy az ökológiai kárait pedig nem feltétlenül akarják fedezni. Tehát ez a fajta pesszimizmus, ez valószínűleg erre vezethető vissza. És oké, csak hogy az ebből nagyon komoly konfliktusok fakadnak, és ez a zöldeknek a, hogy mondjam, koalíciókötési képességeit, vagy szimpátia indexét is befolyásolja. Ugye értek, hogy mire gondolok? Tehát, hogy ti nagyon fiatalok vagytok, én soha nem felejtem el, de valószínűleg a név így is mondani fog nektek valamit, Seres László, most per pillanat a HVG-nek az egyik vezető szerkesztője, és a Seres Laci a 90-es évek elején még a Magyar Narancsban dolgozott, és 93-ban írt egy cikket, aminek az volt a címe, hogy Ökobarnák. A Seres egy igazi echte liberális figura, különben ez a cikk is fönt van a neten, tehát hogy valakit érdekel egy ilyen korai zöldeket érintő kritika, akkor érdemes belekukkantani. És azt írja, és valószínűleg érzékelitek már a címből is, az a barna az valami olyanra utal, amit szerintem ugyanúgy fejtünk meg. Most hadd nem mondjam ki, mert hogyha kimondom, akkor így megijedünk tőle, de hogy arra utal, hogy a környezetvédelmi vagy a zöld pártok jelentős része az hajlamos lenne a környezetvédelmi kockázatok, meg az ökológiai lábnyomi, vagy az ökológiai terhelés miatt korlátozni a szabadságunkat. Tehát, hogyha ezt így kimondjuk, akkor az így elég kemény, főleg egy individuális társadalomban, aki szeret fogyasztani. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes dilemma. Most nekem az elején azt mondták a szervezők, hogy próbáljak interaktív lenni, mert most meg hallgattok. Tehát, hogy ez vagy azt jelenti, hogy mondjátok, hogyha van valami, csak nem tudok mindent kérdésként feltenni. De hogy ebből a szempontból, tehát, hogy ez valóban problémát jelent, hogy ez a fajta antropológiai pesszimizmus, ez milyen szabadságkorlátozáshoz vezet. És egyáltalán létezik-e olyan ideális társadalom a zöldek számára, ahol ezt el tudják engedni, vagy ahol hogy úgy érzik, hogy megnyugtatóan, ösztönösen tud már ökológiai normák szerint viselkedni egy társadalom. Egyáltalán látunk-e magunk előtt ilyet, vagy előrhető és reálisnak tekinthető egy ilyen cél? Oké. Tehát ezek nagyjából így az alapvetések. Mond. Ja. Itt ezen csak gyorsan. Ezt csak azért tettem bele, még ezt egy évvel ezelőtt gondoltam, hogy az első diák közé oda teszem, mert hogy ugye itt egy olyan kutatásnak a paramétereit látjátok, hogy mitől tekintünk valakit jó állampolgárnak. És hogyha egy simán végig szaladtok rajta,
semmi meglepő nincsen igazából benne, van benne az aktivitásra vonatkozó, mondjuk, hogy alkosson önállóan véleményt, fizesse be a közösségi terheit, tehát ilyen szempontból legyen felelősségteljes, de olyat nem nagyon láttok, ami kifejezetten, hát végülis szinte mindegyik köthető lenne, de hogy ebből nem feltétlenül következik, elnézést, hogy kitakarlak, hogy nem tudom, hogy látok, hogy ebből nem feltétlenül következik, hogy vagy inkább azt mondanám, hogy ebből ez nagyon érdekes lenne bezöldíteni, hogy ezt hogyan lehetne egy ilyen zöld ideológia alapján ugyanezeket a paramétereket kicsit átfogalmazni, ami egy ökopolitikailag fenntarthatóbb társadalmat, vagy abban a társadalomban egy jó állampolgárt leképezne. De a következő ábra szerintem izgalmasabb, ez pedig nem tudom, hogy ismerőse valakinek, mert hogy ez nem olyan régi, nem ismerőse a karakter, meg az egésznek a fizmiskája, ez a WWF-nek a tavalyi kutatása, és ezt hat évente ismétli meg a WWF, és a magyar társadalomban egy reprezentatív mintán próbálja vizsgálni azt, hogy a magyar társadalomban mik azok a leginkább az embereket foglalkoztató környezetvédelmi kérdések, amire próbálnak reagálni, és ami alapján változtatnak a fogyasztói magatartásukon. Ugye ez nem nagyon erőltetetlen, hogyha összekötni, de mindenki össze tudja maga is kötni, hogy ez azért politikai preferenciákat mindenképpen meghatároz. Tehát, hogyha, bár ez egy külön kérdés lenne, hogy ha egy ideális állampolgárt képzelünk el, aki zöld pártra szavaz, annak a preferenciái milyenek? Tehát, hogy annak hol, tehát, hogy mik a legfontosabb olyan politikai problémái, ami alapján egy zöld pártot esetleg ki tud választani. Itt látjátok, hogy nagyjából ez a sorrend micsoda, és a rossz hír az az, és érdekes, hogy a magyar nyilvánosságban ez nem került annyira előtérben, de hogy a WWF azt mondta erről a kutatásról, hogy rosszabbul állunk, mint 6 éve. Tehát, hogy romlott a magyar társadalom ökológiai érzékenysége. Ugye nagyjából a sávokat úgy látjátok, hogy a frissebb, a sötétebb, a régebbi, a világosabb. Tehát, hogy kevésbé, úgy tűnik kevésbé vagyunk érzékenyek az ökológiai problémákra, de pont, hogyha a hallgatóimmal vitatkozunk erről az ábráról különböző szemináriumokon, akkor pont arra lyukadunk ki, hogyha belegondoltok, azért az utóbbi időszakban, mondjuk azt mondjuk, hogy az elmúlt 6 évben, azért a nyilvánosságban, nem, tehát hogy benne vagyunk a nyilvánosságban, tehát a zöld kérdések többsége benne van a nyilvánosságban, nem van, ebben van a gond. Hadd mondjam úgy a példát, hogy pontosan értsetek, hogy mire gondolok, hogy viszont zöld kommunikáció, vagy környezetvédelmi, vagy ökológiai kommunikáció nagyon kevés van Magyarországon. És azt akarom nektek mondani példaként, hogy minden évben egyszer idejön Budapestre a Bécsi Hulladék Intézetnek az igazgatója, és tart egy előadást arról, hogy miért működik jól Bécsben a hulladékgazdálkodás, és mindig ugyanazt a példát elmondja, hogy az egész bécsi költségvetésnek a 30%-át minden évben kommunikációra szánják. És ez azért nagyon fontos, mert bennük az a benyomás alakul ki, hogy hát az osztrákok mennyire tiszták, meg tényleg foglalkoznak a szelektivitással, stb. Milyen jól működik, de azt mondja mindig a figura, hogy ha ezt a 30%-ot nem szánnák rá, akkor az átlag osztrák állampolgár ökológiai érzékenysége radikálisan tudna romlani, hogyha ez nem lenne meg. Ez tudom, hogy nagyon kiábrándító, mert hogy úgy tűnik, mintha az ökológiai érzékenységet csak kommunikációs ráfordítással lehetne fenntartani, és valószínűleg szerintem mindannyiunk fejében egy olyan ideális társadalom él, ahol ez, hogyha norma szinten rögzül, akkor az működik magától egy életen keresztül. Ugye értetek, hogy mire gondolok? De hogy általában mégis ezekben a társadalmakban ez nélkülözhetetlen, és visszatérve az eredeti felvetésre, hogyha én azt kérdezném tőletek, hogy mikor láttatok utoljára olyan plakátot, vagy TV-spot reklámot, valami környezetvédelmi aktivitásra, vagy valamilyen cél elérésére ösztönözne benneteket, hát nem tudom, hogy mi az utolsó, ami az eszetekbe jutna, mert hogy alig van ilyen. Tehát, hogy nincs. Igen, nincs is. Tehát, hogy amikor igen, tévében biztos, hogy nincs. Tehát, hogy még, szerintem idén még a Teszed mozgalomnak se volt reklámkampánya. Tehát, hogy még talán 2-3 évvel ezelőtt volt, és azért a Teszedre olyan 6-700 ezer ember, persze egy ilyen családostól, mindenestől úgy lehet ennyi, azért elmegy és egy napot rászán a hétvégéből, hogy szemetet szedjen a saját környezetében, tehát hogy még annak sincsen. Tehát ebben még egyszer mondom, arra akarok kiukadni, hogy nem magunkat akarom elkézni azáltal, hogy hát mennyire lebutított a magyar társadalom, és mennyire érzéketlen vagyunk a környezetvédelmi kérdésekre, egyszerűen csak arról van szó, hogy a keretfeltételek nálunk ilyen téren politikailag mindenképpen mások, és ennek a társadalmi mentalitás befolyásoló hatásai is egyértelműen látszanak. Oké, és még egy, ami parancsol. Egy dolog hozzászólni, hogy a környezeti kommunikáció
kommunikáció nagyon érdekel, és az újságírás ezen belül, mint pedig az, hogy az ilyen leíró cikkekben, a napilapokban, ott általában csak leíróak azok a cikkek, bármilyen katasztrófáról van, ugye, katasztrófáról vagy közötti ökológiai problémáról lenne szó, és a kockázatokat nem említik meg ezekben a napilapokban, vagy tehát nem egy, tehát olyan cikket képzeltek el, amelyik egy, nem egy heti lapban, hanem egy rövidebb cikk, és hogy nyilván, amikor olvas az ember, akkor a környezeti érzékenysége nem nő, mivel nem tudja dekódolni, hogy ennek a leíró folyamatnak, amit elolvasni, mi a kockázata, vagy mi a probléma, és hogy lehet olyan összefüggés a környezeti érzékenységbe ez is, hogy a média, az nem váltad említettnek, vártatlanul kívül a napi sajtóban, hogyan jelenik meg, és ez érdekes. Igen. Tehát két példát akarok mondani, mert ez tényleg valóban érdekes. Az egyik példa, amit mondani akarok nektek, az egy... Hát, hogyha azt a kérdést tenném föl, hogy tudtok-e olyan heti lapot mondani, vagy akár olyan napi lapot mondani per pillanat, aminek van önálló környezetvédelmi rovata, nincs. Tehát, hogy erre persze mondhatnátok azt, hogy hát akkor integráltan jelennek meg a környezetvédelmi témák ezen a felületen, de hát az ugye nem garancia arra, hogy pont ez a probléma megoldódjon, amit te felvetettél. Különben volt ilyen, és ennek a lapnak, úgyhogy inkább azt kérdezem, tudom, hogy még egyszer mondom, hogy fiatalok vagytok, és lehet, hogy nem emlékeztek erre az időszakra, de van most egy olyan heti lap, ami még mindig vehető, a heti lapból azért nincs olyan sok, ki lehet sakkozni, hogy melyikre gondolok, ami alakulásakor pont azért kapott állami támogatást, több mint 1,5 milliárd forintot, mert hogy fenntartható fejlődéssel és környezetvédelmi kérdésekkel akar foglalkozni, és a 60 oldalból volt 8 oldal minden héten, ami csak környezetvédelemmel foglalkozott, és heti lap, politikai közéleti heti lap, mai napig lehet kapni. Hát ez az. Ez nem más volt, mint a heti válasz. A heti választ csak azért alapították, talán akkor így nem emlékeztettek rá, de akkor ezt így most jó, hogy említem, mert hogy egy olyan heti lap lett volna a piacon, a HVG, a 168 óra, a Magyar Nap és minden mellett, meg a többi mellett, ami kifejezetten környezetvédelmi orientációjú, és nagyjából, nem akarok hülyeséget mondani, különben hazudni sem akarok, én ott dolgoztam rovatvezetőként alapindulásakor, azt hiszem, hogy egy és egy negyed évet, meg is szűnt. Tehát, hogy már meg is szűnt a rovat. Egyszerűen azért, hiába, ráadásul az egész, hogy mondjam, erkölcsileg se elég korrekt, nem akarom bántani a heti választ, mert értékelem a lap minőségét, mert hogy erre kapták a pénzt. Tehát, hogy arra kapták a pénzt, hogy legyen egy olyan heti lap, ami ezt folyamatosan fókuszban tartja. Talán még mond nektek valamit, az a néva, az alapító főszerkesztő Elek István volt, aki most is azért minimálisan talán aktív. És egyszerűen a lap kiadó egy után azt érezte, hogy a magyar társadalomban ezzel nem lehet lapot eladni. Tehát, hogy itt azért pont ez a háttérben azért ez is meghúzódik. És a másik példa az nem olyan fontos, most pont az egyik, pont a Greenpeace-nek lehet, hogy hallottátok, hogy van egy olyan kampánya, hogy mérgezett örökségünk, ahol több mint ilyen 16-17 szennyezett területet próbálnak meg most már lassan egy éve napirenden tartani. És nekem jó ismerősöm a 24.hu-nak az egyik felelős szerkesztője, Pető Péter, akit sokat lehet látni a nyilvánosságban, és a Petin keresztül próbáltam elérni azt, hogy például az óbudai gázgyár sztoriát írják meg, és csomó szakértőt gyűjtöttem nekik, még a fotóst is instruáltam, de az, hogy egy ilyen téma, hát nem tudom, hogy ismeritek a minimálisan a történetet, az óbudai gázgyár, az ugye ott van a Graphisoft Park, a Római Part mellett tulajdonképpen egy köpése, és lehet, hogy már lát, hogyha mentek biciklivel a Római Part felé, akkor, hogyha az Ocean mögött mentek el, akkor pont amellett a rész mellett mentek el, ahol lehet látni már ilyen gyönyörűen felújított ipari épületeket, mert azt már megcsinálták, de a Duna felé terjedő szakasz, ott 600 ezer tonna cianidos iszap van, ami annyira brutálisan kockázatos cucc, hogy annak legalább az egyharmadát csak a helyszínen lehet ártalmatlanítani, mert kipárlik és robbanás veszélyes. Tehát abszurd, ami ott van, és mindig egy picivel kevesebbre írják ki a kármentesítési pályázatot. És az utolsó ilyen kör az nagyjából tavaly decemberben volt, ahol megint nem 30 milliárdra írták ki, hanem csak 20 milliárdra, és ezért a cégek lenne, vagy 10 cég Magyarországon, akinek kiesne egy ilyen rekultiváció, vagy egy ilyen kármentesítésnek, és nem mernek neki kezdeni, mert hogy ennyiből nem tudják megcsinálni. Pedig már a tetejére tervezték meg az olimpia miatt a velodromot is például. Tehát ugye arra akarok csak kiukadni a példa kapcsán, hogy egy ilyen téma, mert a római part pörög, és ott van mellette egy hasonlóan katasztrófa szintű
probléma, amit meg kéne oldani, mert a római part is nagyon fontos, de értetek, hogy mire gondolok, ezt alig lehet becsempészni a mai magyar nyilvánosságba, mert hogy a szerkesztők egy jelentős része azt gondolja róla, hogy nem feltétlenül érdekes, vagy nem feltétlenül viszi a lapot. Tehát, hogy ez megint messzire vezet, és nem erről akarok hosszabban beszélni, csak hogy tök jó, hogy ez felmerül, mert hogy ez mind meghatározza azt, hogy egy ökopolitika lehetőség egy adott országban milyen lehet, meg egy magyar társadalomnak a mentalitását mi befolyásolja. Az, amit láttok magatok előtt, az már fontosabb szerintem, mint az előző kettő. Ezt csak azért tettem ide, szerintem ez csomó kutatásban megjelenik, és ugye arra vonatkozik, hogy az intézmények esetében a fiataloknak mely intézményekben van igazából bizalma, és az, amit mindannyian tudunk szerintem, az abban ugye semmi meglepetés nincs, hogy általában mely intézményekben bízunk, és melyekben nem bízunk. Csak hogyha úgy nézitek ezt a táblázatot, hogy környezetvédelmileg ezek az intézmények mennyire hitelesek számunkra, akkor egy kis tihjet kap az egész, és lehet, hogy... Tehát, hogyha mondjuk csak az Alkotmánybírósággal kapcsolatban teszem fel azt a kérdést, hogy az Alkotmánybíróság környezetpolitikailag számunkra mennyire hiteles, akkor lehet, hogy most már az utóbbi fél évben, egy évben az Alkotmánybíróságnak talán van egy-két olyan döntése, vagy a kúriának, vagy általában a bíróságoknak, gondoljatok csak Kishantosra, vagy egy-két környezetvédelmi alapproblémára, ahol volt pozitív bírósági döntés. Tehát ilyen szempontból ökopolitikailag talán például a bíróságokban van még valami bizalmi alap, ami a működésüket megerősíti, de hogy ott van például a köztársasági elnök, aki most már ugye a második ciklusát kezdte el, Áder János, és ihetetlen zöld brandet épít ehhez képest, hogyha őszintén akarunk lenni, Áder János, mint politikai hitelesség faktor azért nem túl erős. Tehát, hogy ezt csak azért tettem ide, mert hogy ez is befolyásolja az ökopolitika lehetőségeit az intézményekbe vetett bizalom kapcsán, melyik intézmény ökopolitikailag számunkra az eredményei alapján mennyire tekinthető hitelesnek. És ez mindenképpen ugyancsak egy olyan meghatározó szempont, ami befolyásolja az ökopolitika lehetőségeit. Oké. Itt van még egy kis lányi, ez is még arra vonatkozik, hogy ki hogyan definiálja az ideológiákat. Ezt igazából lapoznám, mert hogy itt azt látjátok, hogy amiről azért már eddig volt szó, tehát hogy ki hogyan értékeli az ideológiákat és hogyan próbálja definiálni. Ugye a lány az érdekesebb, aki azt mondja, hogy az ökopolitika az valami olyan, ami a politikán túli világot írja le. Erre mondtam azt az elején, hogy én ezt tényleg túlzásnak érzem, tehát én úgy érzem, és ezt szeretném, hogyha vitatnátok a végén, vagy hogyha ezt hozzászólnátok akár most is, hogyha van kedvetek, hogy szerintem ilyen szempontból a zöld gondolat, vagy az ökopolitika az illeszkedett a rendszerbe. Tehát lehet, hogy még a 70-es években, vagy a 68-as mozgalom után a zöld gondolatra úgy lehetett tekinteni, mint egy olyan újdonságra, ami túlmutat a politika világán. Én most bevallom őszintén, hogy azt gondolom, hogy jelen pillanatban azért azóta már eltelt több évtized az ökopolitika ilyen szempontból integrálódott, és ezt a politikán túli identitását vagy karakterét azért ezt szerintem elvesztette, de hát ezen még egyszer mondom, lehet vitatkozni. És akkor itt a lányi féle megosztás, ami arra vonatkozik, hogy az alap tradicionális ideológiákra mi jellemző, és részben ugye már ezt is említettük, de ez csak azért lesz fontos, mert hogy az utolsó az ökopolitika a négyből, tehát a lány eleve már úgy kezeli a három tradicionális ideológiát, ami mellett a negyedik szinte már tradicionális ideológia az ökopolitika. Ezt, hogyha kinyitok egy politikatudományi tankönyvet per pillanat, ezt nem így szokták. Tehát a lány ebből a szempontból mindenképpen egyedi meg új, hogy ezt a besorolást alkalmazza, és azt látjátok, amiről ugye volt szó, hogy ami egyről nem volt szó, mert ugye a lányinak az elképzelése az ideológiákról elsősorban avval a konklúzióval jár, hogy az ökopolitika lesz az úgynevezett kommunitárius ideológia. Azaz, ez az ideológia, nem tudom, hogy ez a szó megvan-e, a kommunitárius ugye azt jelenti elsősorban, a társaság egy részének megvan, a másik résznek nem, azt jelenti elsősorban, hogy közösségelvű. Tehát, hogy egy olyan új közösségi identitást épít föl, ami nagyban különbözik a többiektől, és számunkra igazából ez a tipológia csak azért lesz elsősorban hasznos, mert hogyha újra feltesszük azt a kérdést, hogy a tradicionális ideológiákhoz képest az ökopolitika mely ideológiákhoz jelentett kapcsolódási pontot, akkor mindenképpen ezt szerint kell szelektálnunk. És még egyszer mondom, amit az elején is említettem, hogy ha 68 és a 70-es években gondolkodunk, akkor erős a baloldali kötődés, mert hogy ott van egy ilyen közösségiesség és nagy állam,
És hogyha pedig a lányi tézisét nézzük, és az elmúlt 10 évre, vagy a mostani időszakra gondolunk, akkor pedig ott van egy konzervatív kötődés, ami pedig ugyancsak egy viszonylag inkább nagyobb államban és egy ilyen sajátos normarendszert felvállaló társadalomban, de mindenképpen egy közösségi társadalomban gondolkozik, és ami ilyen téren engem a legjobban bánt, az az, hogy az ökopolitika ilyen téren lemond a liberalizmusról, tehát hogyha majd a végén talán kicsit ilyen személyesebbre vehetjük a figurát, akkor mondjuk a saját szubjektív identitásomat a legjobban sérti az, hogy az ökopolitika nagyon korán lemondott a liberalizmusról, és a piacra ilyen szempontból szitokszóként tekint, tehát a piac szereplői azok mindig profitra éhesek, nekik a legnagyobb az ökológiai lábnyomuk, és velük folytat az ökopolitika a legkevésbé párbeszédet, és ahogy mondtam korábban a bal oldallal is, most talán a konzervatív oldallal társulna a leginkább az ökopolitika. Hadd mondjak tehát azt nem tisztáztuk mégis, hogyha itt ennél a Diánál tartunk, a konzervativizmus kapcsán mi az, ami logikusan kapcsolódási pontnak tűnik az ökopolitikához? Tehát egy konzervatív normarendszerben mi lehet az a szimpátia, vagy bármi, az a kapcsolódási pont, ami Lányit is megfogta, és azt mondja, hogy a régiónkban lehet, hogy a természetes szövetséges egy ökopolitikai megközelítésnek az a konzervatív oldal lehet. Mi lehet ez a kapcsolódási pont? Több minden lehet, azért kérdezlek benneteket. Meg hát ugye kérték a szervezők, hogy interaktívak legyünk, tehát hogy 10 percenként fel kell tennem egy kérdést. Nem vicc. Szerintem a megőrzés. Megőrzés, tehát hogy a tradicionális megközelítésben a hagyomány, és így a megőrzés, aminek van egy ökológiai értéke, szerintem szuper, aztán? Közösségelviség. És ott is egy erős közösségelviség, ami ugye lemond az individualizmusról, ami a liberalizmusra jellemző. Igen, ez is nagyon jó. Pont arról, tehát pont amit te mondtál, annak kapcsán szoktunk a hallgatókkal vitatkozni arról, hogy avval szoktam a hallgatóimat provokálni, amikor a konzervativizmusról beszélünk, hogy például egy konzervatív megközelítésben az előítélet az lehet pozitív. Ezt csak azért is mondom, hogy ezen érdemes elgondolkodni, mert ugye egy átlagos állampolgár, amikor meghallja azt, hogy valaki előítéletes, akkor ugye arra gondol, hogy leegyszerűsítő, általánosító, mondjuk egy kisebbséggel szembeni előítélet, mert ez nagyon könnyedén és egyszerűen tetten érhető, és szerintem ez káros. Most azt hogy tudjuk megfejteni, hogy egy konzervatív számára az előítélet az lehet mégis egy pozitív tartalmú fogalom? Ez inkább csak önigazolás, de értem, hogy mire utalsz, de hogy védekezés, tehát hogy védekezni valamitől, ami kihívás, és ezért a múltban. Ismeretlen és ami más, az ugye ilyen csordaszellem szempontjából, tehát hogy a saját kis közösségednek, amit tudsz és ismersz, és ami működik valahogy, ideális esetben az általuk elfogadott módon és szabályok alapján, és akkor ezzel szemben pedig jön valaki mondjuk kívülről, vagy valaki, hogy máshogy gondolkozik, és ez a megszokásokat, meg az úgymond működő dolgokat felboríthatja, és ez így egy ilyen köszönöm, maradjunk a... Igen, ebben is van valami. Amit én szoktam mondani, és végülis a tiédhez kapcsolódik talán a legjobban, hogy egy konzervatív számára, és el sem tudom képzelni, mit gondoltok rólam, hogyha azt mondom, hogy katolikus teológián szereztem az első diplomámat, és ezt képest meg ilyen piaci liberálisnak is vallom magam, közben ökopolitikához kötődöm, eléggé ilyen zavart ez a figura, de hogy arra akarok csak kiukadni, hogy az előítéletesség egy konzervatív számára az egy rétegzett tudás. Tehát, hogy olyan szempontból rétegzett, hogy volt a nagyapám, aki gondolt arról a problémáról volt valamit, az apám, meg én, és ez a generációkon keresztül hagyományozott tudás, ez összeáll egy ilyen össztudássá, és ez lesz az előítélet a konzervatív számára, ami korábbi generációk tudását is próbálja alkalmazni, és ezért lesz pozitív. Tehát számomra nem pozitív, csak azt mondom, hogy egy konzervatív számára ilyen szempontból lehet ennek egy konzervatív vagy egy pozitív megközelítése, és azt gondolom, hogy ennek hatása van az ökopolitikai célrendszerek vagy a céloknak a megítélésére is. Tehát, hogy ezért lesz nagyon érdekes, hogyha Lányi ezt a fordulatot behozza, és lemond a bal oldalról, és inkább a konzervatívhoz kötni a ideológiailag a zöldeket, akkor ez a fajta kockázat is benne van, vagy ezeket a kompromisszumokat is, hogyha a zöldeknek a régiónkban a konzervatívok lesznek a természetes szövetségesei, akkor ebben azért van pozitívum is, vagy van a pozitívum lehetősége is benne van, és a negatívnak is a lehetősége benne van. Nem tudom, hogy állunk időben, mennyire adok szót, csak hogy valaki nézzen egy órát, nekem léci Szabi, hogy kap... Igen, tehát hogy haladunk, parancsolj. Azt akartam, hogy ezzel szemben pedig ott van
szigorú értelemben a topológiának a diverzitás, mint egy ilyen nagy alapvetése, ami ugye megerősítés. De a diverzitás alatt sokszínűségre utalsz, vagy? Igen. Igen, és akkor ebben mit érünk el? Tehát, hogy az, hogy mindenkivel... Azzal a generációs, kicsit kirekesztő hozzáállással ellentétben pedig ott van ez a nézőpont, ami meg ugye arra... Tehát azt mondanám, hogy minél... Nem egyenesen arányosan, minél változatosabb, annál jobb és annál stabilabb és annál élhetőbb valami, de ahol egy bizonyos fokú diverzitás azért nagyban elősegíti mondjuk a rugalmasságát, az adaptációs képességét egy közösségnek, hogyan tud reagálni, hogyan tud fennmaradni. És ugye tehát ez a ilyen, nem tudom, klasszikus természettudományos zöld alapvetés, ami meg ugye azt feltételezni, hogy akkor igen, az a politika, meg az a zöld dolgok, ezek egy kicsit inkább ebbe az irányba mennek el, és ezzel szemben pedig itt van ez a... Igen, értelek, és nem akarlak félreérteni, csak hogy pont az a, ugye kevesen vagytok politológusok, ez lehet, hogy jó is, lehet, hogy rossz, de hogy a politika világa, vagy a politikai rendszerek egy jelentős részében ezek az ideológiák rivalizálnak egymással. Uh-huh. És pont azért utaltam az elején egy picit arra, ez nem cáfolja az érvelésedet, csak próbálom kiegészíteni egy picit, hogy ha azokban az országokban, ahol nincs ökológiai minimum, amit minden ideológia elfogadna, ott ez a rivalizálás, ez kirekesztően hat. Tehát, hogy azt tudja érvényesíteni a saját akaratát, aki éppen hatalmon van, stb. Tehát, hogy ez nem sok színűségként erősít egy társadalmat, hanem éppen ellenkezőleg bizonyos ideológiai célrendszereket ellehetetlenít. Tehát, hogy szerintem ennek inkább mi itt a negatívumát érezzük. És akkor itt az általad emlegetett Antal Attila diája, aki ebből írta, ha jól tudom, vagy részben ebből írta a doktori disszertációját, és ő egy picit a lányit, kevés lányit idéz, hogyha jól tudom, vagy ha jól emlékszem. Ő alapvetően inkább egy baloldali politikai elemző, bár lehet, hogyha itt ülne, akkor ezen megsértődne, de lehet, hogy inkább nem. Tehát, hogy, de azért szerintem azért ezt lehet talán róla mondani. És ő, látjátok, hogy nagyjából ezt a tipizálást hozza, ami középen látható az a tiszta ökopolitika, amiben nagyon kevés meglepetést láttok, ugye a piaci mechanizmusok korlátozása, egy holisztikus megközelítés, ugye a helyi önrendelkezésre utal, egy olyan igazságos elosztás, ahol a fogyasztás megfizeti az ökológiai lábnyomát, bázisdemokratikus, tehát hogy ilyen szempontból a helyi közösségek saját ügyeikről való döntésének a lehetősége megvan. Ugye ökocentrikus az azt jelenti, hogy az egész újraelosztás egy fenntarthatósági célt szolgál, és az utolsó alatt nem tudom pontosan, hogy az Attila mit értett, és a két széle az pedig a jobb és a bal, tehát az ökoszocializmusban látjátok, hogy a fontos prioritás a társadalmi igazságosság, amit Rawls kapcsán már beszéltünk, ott az állam kényszeríti ki az ökológiai értékek megvalósítását, a nagyipari cégeket nagy adófizetésre kötelezik, a gondoskodó állam szolgáltatásai között ott van az ökológiai szolgáltatás is, és a konzervativizmusról pedig már rengeteget beszéltünk, tehát hogy ott szerintem ott van a legkevesebb újdonság. Tehát nagyjából ez a hármas, ami vagy azt szerint nézzük, hogy milyen szövetségkötési lehetőségek vannak benne, vagy azt szerint nézzük, hogy ez alapján melyik pártot hogyan tudunk ideológiailag definiálni. Pont az lenne az érdekes, hogyha leegyszerűsíteném, és azt mondanám, hogy nagyjából az LMP a középső, akkor ehhez képest mondhatnánk ki azt, hogy a baloldali ökopárt az a Párbeszéd, és akkor ezt leírja a kettő közötti különbséget. De tartok tőle, hogy ez, amit az Attila itt nekünk vázolt ebben az ábrában, ez inkább egy ilyen európai szintű elnagyolása a történetnek, és nem a hazai vonatkozásai az érdekesek. Viszont, ami utána, pillanat, most kicsit hadd ugráljak erre az ábrára, ezt a ténytár.hu közöltük, vagy két kollégámmal dolgoztunk rajta, vagy fél évet, ez még az előző választások idején volt. Felkértek bennünket egy tanulmányra, hogyha már akkor is ilyen összefogásmánia volt, és azt kérték, még a Gecsei Dina, az, aki Szabinak mutattam, de a kamerával foglalkozik, aki ebben ezt átnézte például, lehet, hogy többen ismeritek a Dinát, itt dolgozik az LMP-nél, korábban az Ökopolisznál, hogy azt csináltuk, hogy ha már mindenki annyira elvárja azt, hogy az LMP valamilyen
módon változtasson a szövetségi politikáján és ökopolitikai identitásként nyitott legyen mondjuk egy baloldali pártra, akkor nézzük meg szakpolitikailag azt, hogy egyáltalán összeegyeztethető a kettő, amit ők ilyen szempontból akarnak. És tudjátok, én mondtam magamról az elején, hogy én elsősorban szakpolitikai elemzésekkel foglalkozom, tehát engem ez nagyon érdekel, és bevallom őszintén, hogy most is nagyon hiányolom, hogy a mostani kampányidőszakban lássunk egy viszonylag leegyszerűsített táblázatot arról, hogy melyik párt milyen szakpolitikai kínálattal próbál másokkal együttműködni, és hogy ez egyáltalán összeegyeztethető-e vagy nem. Talán most már van egy-két próbálkozás, meg ugye a választásokig azért még van fél év, lehet, hogy ezt valamelyik agytrözt még prezentálja nekünk a áprilisig. De hogy itt is azért egyrészt látjátok azt, hogy tehát csak kiemelve a legnagyobb különbségeket, és a végéről kezdve látjátok, hogy ugye Paksban nem nagyon volt egyetértés az MSZP és az LMP között ökopolitikailag. Ugye talán az MSZP a max, amíg elmegy az atomenergia tekintetében, hogy népszavazást megengedne róla, amiről tudjuk, hogy egy populista technika különben, persze részben csak viccelek, de ugye azt nem fogja kimondani, hogy nem támogatja, vagy nem tudom, hogy igazából tudják, vagy Szabi, vagy egészítsetek ki, hogyha most már az MSZP kimondja, hogy Paksot nem támogatja, vagy még mindig lebegteti, hogy inkább népszavaztatná róla az embereket. Még ez mindig olyan ködös, tehát hogy igen, tehát hogy nincs egyértelmű válaszunk, még ez ugye 4 évvel ezelőtti ez az ábra, még most sincs egyértelmű válaszunk arra vonatkozóan, hogy például egy baloldali párt, most ne kössetek bele abba, hogy az MSZP mennyire baloldali, ilyen esetben mit képvisel. Fölötte a vidékfejlesztésnél pont ezzel ugrattuk pár LMP-s politikust, hogy ugye biztos láttátok, hogy egy hónappal ezelőtt, hogy Ácsné a kishantosi meghatározó karakter beállt Botka mögé, ez azért többünket meglepett. És valószínűleg azért, hogyha láttátok az SRB és az Ácsné közötti Facebook levelezést, aminek volt valami fajta nyilvánosság, ugye az SRB a Salai Róbert Benedek, aki a Fenntartható Fejlődés Szakbizottság elnöke és LMP-s politikus, SRB kérte számon az Ácsnén, a kishantosi Ácsnén, hogy hát miért tette ezt. Azért látjátok, hogy hát itt azért karakteres különbség van a két, egy ökopolitikai párt és egy baloldali párt között, és ez nem tudom, szerintem ezt most, hogyha meg akarnánk szivatni egy MSZP-s politikust, akkor, hogyha most Európában úgyis Brüsszelbe mentek, lehet, hogy követitek is a brüsszeli aktuális vitákat, akkor biztos hallottátok, hogy az elmúlt egy hónapban mindenki a glifozátokról vitatkozik. Ugye a Greenpeace is egy óriási egyéves kampányt folytat a glifozátok ellen, és pont ezen a héten talán már végleges döntés lesz, mármint ma van szombat, tehát akkor jövő héten, hogy akkor ez most engedélyezette vagy nem, mert ezen a héten az Európai Parlament hozott döntést, lehet, hogy a bizottság akceptálja a parlament álláspontját ezügyben, tehát arra akarok kiukadni, hogy MSZP-s megkérdeznétek, hogy glifozát pártja vagy glifozát ellenes, akkor ilyen téren zavarba lehetne hozni, ha még mindig nagyüzemi termelést pártol, mert akkor az szinte kényszeresen glifozát pártnak kell, hogy legyen. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nagyon szépen ki lehetne fejteni a hátterében a szakpolitikai egyedi álláspontokat, hogy akkor ez a részleteibe menően éppen aktuálisan mit képvisel. Külpolitikailag biztos, hogy a zöldek általában EU kritikusak rendszer szinten, míg a baloldaliak általában úgy progresszív európaiak, hogy kevésbé kritikusak, jócskán kevésbé kritikusak, tehát hogy ebben is van a kettő között különbség. És az adórendszert emelném még ki, hogy ott két kulcsos, három kulcsos, és hogyha jól emlékszem, akkor ez a két nappal ezelőtti balóféle vitában, ahol mondjuk ott nem az MSZP, hanem a DK-s Gyurcsány Ferenc ült le Szél Bettivel, meg Karácsony Gergővel, lehet, hogy belefutottatok a neten, pont Szél Betti kérdezett rá arcba Gyurcsánytól, hogy akkor most döntse már el, hogy egy kulcsos adórendszert szeretne, vagy két kulcsos adórendszert. Tehát, hogy ott is lehet látni, hogy a szakpolitikai álláspontja például egy baloldali pártnak nem lett ökopolitikai kompatibilisebb, mint talán korábban volt, de nem akarok negatív lenni, csak ilyen szempontból látszik, hogy a szakpolitikai különbség, ami még egyszer mondom, az én logikámban egy ilyen ideológia alapú, az ebben az esetben is tetten érhető. És direkt úgy hoztam, ez a német választások után, ezt Jávor Benedek Facebook oldalán is megtalálhatjátok, ezt a választások után pár nappal tette ki a Bence, ahol a liberálisokat hasonlítja össze a németországi zöldeket szakpolitikailag. Hogyha valaki olvas németül, sőt, szerintem már angolul is feltették, ez egy nagyon profi tanulmány, amit a Bundeszentrale für politische Bildung készített a német választások után pár nappal, ahol azt nézi, hogy a koalíciós kényszer, ugye most egy ilyen jamaika koalíciót tárgyal,